Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. A mostani előadáson, a borról szóló előadások között a bor turizmus lesz hangsúlyozva. Azon belül is elsősorban a nemzetközi borturizmus, illetve néhány határterület, az is az előadás címe, hogy bor, spa és nagyvilág, és egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mennyi minden van a világon. Ugye mi hajlamosak vagyunk magyarok arra, hogy azt mondjuk Magyarország milyen kiváló ebben, abban, és tulajdonképpen emögött mindig van valami, de a külföldiek szemével nézve, a vendégek szemével nézve nagyon gyakran azért ez úgy néz ki, hogy amikor idejönnek, fogalmuk nincs róla, hogy mi van itt. Így például hát a gasztronómiára meg a borra egyaránt illik, hogy mi azt mondjuk, hogy a magyar gasztronómia világhírű, meg a magyar bor is világhírű, csak az a baj, hogy ezt a magyarokon kívül nem tudja senki. Ezzel együtt azt mondom, hogy vannak értékeink a borban és a spávilágban is, és a gasztronómiában is. Nyilvánvaló, hogy a spában, az egészségturizmusban valamivel ismertebbek vagyunk azért, valamivel sikeresebbek vagyunk, mint a gasztronómiában vagy a borturizmusban, de azért elmondható, hogy ott is azt hisszük magunkról, hogy mi milyen kiválóak vagyunk a világon. Ezzel szemben az én azt tudom mondani, hogy mondjuk összesen ketten voltunk valaha egy Puszkó László kollégámmal a világ meghívásos egészségturizmus konferenciáján. És nagyjából ugyanez vonatkozik, talán ott hárman a egészségügyi turizmus világkonferenciáján. Az egészségügyi turizmus világkonferenciáján, amikor kint voltam Chicagóba előadni, akkor egyetlen egy magyar kiállító nem volt, olyan három sportcsarnoknyi terület kiállítás volt. Tehát azért az, amit mi azt mondjuk, hogy milyen sikeresek vagyunk, valójában még csak odáig se jutunk el, hogy megpróbáljunk igazán sikeresek lenni úgy, hogy alkalmazkodunk a mai világüzleti folyamataihoz. Hogy lehet akkor borturizmusról és nemzetközi dolgokról egyszerre beszélni magyar vonatkozásban? Hát nyilván lehetne úgy, hogy egyszerűen csak azt mondom, hogy tessék, nemzetközileg azért nagyon sok szép dolog van, és ezeket érdemes megnézni. Vagy lehet úgy, hogy azt mondom, hogy azért Magyarország turisztikai desztinációként igenis viszonylag sikeres, Budapest kifejezetten sikeres és kedvelt város, és azt kellene nekünk kitalálni, hogy hogyan lehet a meglévő és sikeresnek mondható turizmusra ráfűzni azokat a dolgokat, ami kevésbé ismertek és kevésbé sikeresek. Ilyenkor, ha tudományos előadást tartunk, akkor azt mondjuk, hogy vannak hipotézisek és vannak majd eredmények, de hát ez nem egészen az. Tehát én elárulom előre az eredményt, a konklúziót, ha úgy tetszik. Nekem meggyőződésem, hogy ehhez három dolog kell. Az egyik az, hogy meg kell értenünk a nemzetközi trendeket, és a saját dolgainkat ennek megfelelően kell átalakítani. A második dolog az az, hogy a saját értékeinket be kell vinni ezekbe a nemzetközi trendekbe, tehát csak az, hogy alkalmazkodunk a nemzetközi trendekhez. Mondjuk csak az, hogy Cabernet Sauvignont termelünk, mert az a legsikeresebb vörösborfajta a világon, az biztosan nem fog eredményre vezetni a magyar borászat és borturizmus vonatkozásában. Tehát magyarán a hagyományos magyar borokat, gasztronómiát, fürdőkultúrát modernizálva a modern trendek eladási folyamataiba is beillesztve kell nekünk prezentálni. És a harmadik dolog meg a csomagkapcsolás, tehát a turista komplex élményre vágyik, arra vágyik, hogy jól érezze magát, ehhez egy csomó összetevő kell. Ha már valami sikeres, mondjuk a budapesti turizmus, a buli turizmus, ha úgy tetszik, a legénybúcsútól a romkocsmákig, akkor ehhez kell illeszteni a gasztroturizmust, a borturizmust, és hát uram, bocsánat, a spáturizmust is. Úgy is kezdhettem volna az előadást, hogy hogyan függ össze a borturizmus meg a spáturizmus, hogy ennek a legegyszerűbb példája az, hogyha egy rendes borkóstoló után az ember akár aznap este, de inkább másnap mire vágyik, hát egy jó fürdő, ami úgy ellazítja.
kiszerelőzteti a fejét. Tehát alapvetően viszonylag természetesen illeszkedik ez a két terület. Persze, ha mélyebben, tudományosabban vizsgáljuk a dolgokat, meg a lehetőségeket jobban megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az igazi kapcsolódás, az értékesebb kapcsolódás, az a Vine-Spa, legyen ez termékfejlesztés, tehát borból alapú termékekből készült spa termékcsalád, ideértve a masszázsolajakat, a szőlőmagos peelinget és még sok minden mást. Illetve hát maguk a Wine Spa hotelek, a Bor Wellness hotelek, amik ugyancsak megszaporodtak az elmúlt időszakban Magyarországon is. Ezzel azért el voltunk maradva a világtrendektől. És egyébként, hogyha az előbb elmondott konklúziókról beszélek, akkor azt mondom, hogy ez egy olyan terület, ahol például egyszerre lehetne a magyar fürdőket, a magyar spa wellness fürdőkultúrát, illetve a magyar bortturizmus népszerűsíteni. Fogok mutatni egy pár képet is a világról, de először végigmennék az előadáson, és és ugye minden előadás, ha egy új témáról szól, akkor úgy indul, hogy a témát definiáljuk. Itt én ezt jó néhány éve tettem meg, amikor még Hauser rektorul felkért, hogy írjam meg a főiskolának a bortturizmus jegyzetet, akkor még ugyan itt sem voltam, de az egészségturizmus mintája alapján egy komolyabb kutatást végeztem, aminek azért vannak nem olyan borzasztóan kellemetlen részei, nehogy Isten, el kell látogatni a borvidékre, beszélni kell a borászokkal, meg kell kóstolni a borokat, meg kell nézni, hogy csinálják, meg kell nézni persze, hogy nemzetköziek hogy csinálják másképp, mint Magyarországon. A mostani előadás tulajdonképpen erről fog szólni. Nyilván mióta ezzel foglalkozom, azóta bárhova megyek, ezeket megnézem. Tehát most legutoljára például a tanév kezdet előtt pont Grúziában voltam, illetve Örményországban is megnéztem, hogy ott hogy csinálják. Meglepően komoly borkultúra van. Az enotékák szintjén komolyabb kultúra van, mint nálunk, tehát magyarán ott egy borboltban nem lehet úgy bemenni, hogy levesszük a polcra a bort, hanem természetes, hogy megkóstoljuk előtte, vagy kóstolunk egyáltalán olyan típusú bort, mert azért az túlzás, hogy mindent meg lehet kóstolni persze, mert azt egyik bort se bírná ki gazdaságilag, de megkóstoljuk azon típusú borokat, és akkor utána választunk. Illetve hát Örményországban pedig a konyakgyártás az egy érdekes kérdés. Ugye ismert, hogy a konyak úgy készül, hogy lepárolják a bort, és utána hordókban érlelik, és különböző évjáratokat összeházasítanak, és ebből lesz a konyak. Ma már konyakot igazából csak másfél helyen lehet készíteni a világon. Ugye ez egy kicsit furcsán hangzik. Az a helyzet, hogy a franciák levédették a dolgaikat, és konyakot csak Konyak megyében lehet készíteni. Minden többi hasonló technológiával készült italt brandinek kell hívni. Egyetlen fél kivétel van, az örmény konyak az el tudta élni, hogy nem latin betűkkel használhatja a konyak megnevezést. Tehát magyarán örményül továbbra is konyak, de ami nekik némileg fontosabb, hogy cirill betűkkel továbbra is konyakként lehet forgalmazni, márpedig nekik ugye az egyik legnagyobb felvevő piacuk az Oroszország, tehát ez nagyon fontos nekik, hogy cirill betűkkel, a régi ismert néven konyakként és nem brandiként tudják forgalmazni ezt az italt. Tehát legutóbb én ezeket néztem meg, nagyon érdekes számunkra is, Eger számára is, illetve Magyarország számára is ez a dolog, mert hát ismert, hogy azért a szőlő egy mezőgazdasági termék, ami azt jelenti, hogy vannak jó meg rossz évjáratok, illetve van jó meg rossz termés, a kettő ugye különbözik egymástól. Az a legrosszabb, amikor rossz a termés is, és rossz az évjárat, rossz a minőség, de amikor jó a minőség is
túl sok a termés, akkor is azért összes szőlőt nem lehet bor termelésre felhasználni, illetve nem érdemes, mert nem veszik meg. És azért limitált a tároló kapacitása is a borászoknak. Tehát magyarán ilyenkor piaci felesleg van, és ennek az egyik legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módja a bor lepárlás, tehát magyarán kiejesztik a bort, de egyből utána lepárolják, alkoholt készítenek belőle. Ezt viszont alkoholként eladva hát azért nem egy komoly haszon lesz belőle, viszont ha konyak készülne belőle, akkor éppen fordítva egy igen nagy hozzáadott értékű termék jönne létre. Most azért beszélek feltételes módban, mert Magyarországon többen próbálkoztak ezzel, tehát készülnek konyak jellegű, tehát magyarán brandik Magyarországon. Régebben elég ismert volt például a Lánchíd brandi, de ezek úgy nagyjából kikoptak azért a köztudatból, mert ez nem voltak igazán jók, valljuk be. Tehát nem sikerült tulajdonképpen senkinek Magyarországon olyan jellegű, ha úgy tetszik, utánzatokat készíteni, hogy hazai brandit készíteni, ami olyan minőségű, mint mondjuk a brandy de Jerez. Ugye Jerez a borturizmus szempontjából egy borzasztóan ismert név, mert ott készül a sherry. És a sherryt azt nagyjából mindenki ismeri, ugye ezek az erősített édes borok kategóriájába tartozik. Ilyen a portói, ami talán a legismertebb, ilyen a sherry, ami Angliában talán a legsikeresebb, legismertebb. Ilyen a Madeira, meg van még egy-két ilyen borkészítmény. És kevéssé ismert, már nálunk Magyarországon, külföldön inkább, hogy van egy brandyjük, ami igen kiváló minőségű brandy a spanyoloknak. De megoldották ezt a problémát a görögök, és igaz, hogy ők tesznek mást is hozzá, ebből lesz a Metaxa, biztos ismert ital. Németek, más francia területek szintén készítenek minőségi brandiket, és hát tulajdonképpen el lehetne lesni ezt a technológiát. Azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a konyaki rendszert egy az egybe adaptálni nagyon nehéz lenne, mert ott igen keményen használják a hagyományos pincéket, a hagyományos technológiákat is, hát az olyan pincekkel, ami ott van. Tehát ez nehéz lenne kikísérletezni. Vannak viszont olyan jobban megfogható, leírható technológiák, amit mondjuk a spanyolok, de főleg például az örmények használnak, amelyeket könnyebb lenne átvenni. Azért tekintjük a borturizmust igazán fontosnak, mert napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő területe, és azt lehet elmondani erről, hogy egyre fontosabb, és sok szempontból fontos. Ugye amikor arról beszélünk, hogy valaki borturista, vagy egészségturista, vagy micsoda, akkor az elsődleges motiváció alapján, ami miatt ide jön, azt soroljuk be, de valójában, ahogy már említettem, a turista komplex élményre vágyik, tehát magyarán, ha bort kóstolni jön is szívesen veszi, hogyha vannak fürdő lehetőségei, egyéb program lehetőségei, hogyha az egészsége miatt jön és a fürdőt akarja használni, akkor is szüksége van program lehetőségekre, hiszen egy nap néhány órát töltünk fürdőbe, vízbe még ennyi időt se, valami mással is ki kell tölteni az időt. Ami itt még a borturizmusban kiemelhető, ami más turizmuságokban nem nagyon van meg, az a kiemelkedő marketing jelentőség a termék szempontjából, ugyanis ugye itt van termék maga a bor, és a marketing jelentőség mellett a helybeni értékesítés, tehát egy kereskedelmi dolog is nagyon jelentős. Ugye beszéltem valamennyit a megalapozó kutatásról, még a jelentőségéről annyit, hogy azon túl, hogy
turisztikai desztinációként sikeresebb vagyunk, mint borexportőrként. A kereskedelmi csatorna jelleget én azt hiszem, hogy mindenképpen ki kell emelni. Van olyan borász, ugye itt Egerben például a Kaló Imre neve ismert bizonyos körökbe fogalom, aki gyakorlatilag a teljes termelését ezen a csatornán keresztül adja el. Tulajdonképpen ezek kiiktatja a lánckereskedelmet, kiiktatja az árakat időnként irreálisan magasan meghatározó hipermarketeket, tehát magyarán a kereskedelmi árés is nála marad. A bizonyos borászatoknak, főleg a kis pincészeteknek, a nemzetközi értékesítésnek tulajdonképpen az egyetlen lehetősége és formája a borturizmus, hiszen nekik nincs olyan mennyisége, meg nyilván nincs annyi tőkéjese, hogy a piac által igényelt, a külföldi piac által igényelt mennyiséget és az oda szükséges marketing költségeket tudná biztosítani. Ezzel szemben a második pont az, amit én még inkább ki szoktam hangsúlyozni, belföldi turizmus esetén ez talán a leghatékonyabb piacvédelmi eszköz. Hiszen a vásárlók megtapasztalják a minőséget, megismerik a borászokat, a borászatokat, és kialakul valami kötődés, azt mondjuk, hogy igen, ez jó volt, igen, a magyar borászok jó bort készítenek, igen, szeretem ezt a helyet, ezt a borvidéket, és kevésbé lesznek hajlamosak, hogy külföldi borokat vásároljanak, még akkor is, hogyha a polcon közepes minőségben meglehetősen olcsón lehet bizonyos áruházláncokban, mondjuk egy Aldiba vagy egy Lidlbe külföldi borokat kapni. A Magyarországon ráadásul ugye elsősorban kispincészetek vannak, tehát a kézműves jelleg miatt sokkal könnyebb a borturizmust fejleszteni, mint máshol. Hát gondoljuk el, hogy szóval ki kíváncsi egy nagy gazdaságra, persze azt is meg lehet nézni, de egy kis gazdaság, ahol látszik, hogy hogy készül a bor, ahol nem egy ipari üzemet látunk, hanem valami autentikus dolgot, hogy sokkal inkább beszélhetünk arról, hogy ezt szívesen megnézik a turisták. Kérdezhetjük, hogy mire alapozzuk a marketinget egy ilyen esetben, hiszen azért azt tudjuk, hogy a mondás ugyanaz, hogy jó bornak nem kell cégél, de ez nagyon nem igaz. Tehát mindent valahogy el kell adni, hiszen óriási verseny van a piacon. Azt lehet mondani, és ezekről fogok most beszélni, hogy a borvidékre magára tudjuk alapozni, ha ismert, ha jó nevű a borvidék. A borra magára, szintén ugye a bornak lehet egy kifejezetten jó neve, a borbrandnek lehet ugye egy jó neve. Így például hát mindenki eldöntheti, hogy a itt is kóstolt Egri Bikavér az most egy jó név, vagy nem jó név. Ugye komoly problémák voltak a márkanévvel az Egervin idején, amikor a keleti piacokra meglehetősen gyenge minőségű tömegbort készítettek, és ez a probléma máig fennáll, ugyanis nagyon különböző minőségű bikavérek vannak a piacon, az egészen kiváló boroktól az egészen közönséges borokig. Bizonyos vélekedések szerint vannak olyan bikavérek, amelyek nagy részt nem is magyar szőlőből készülnek, nem is Egerbe készülnek. De ha jó egy bornak a renomé, akkor nyilván az könnyebb eladni, mint hogyha nem az. Lehet a pincészetre alapozni. Nagyon sok helyen ez jellemző. Talán Magyarországon kevésbé. Magyarországon a borászra szokás inkább kihegyezni a marketinget. Ha belegondolunk, a legtöbb ismert pincészetet úgy ismerjük, hogy bokpincészet, Vince Béla pincészete, vagy Eszter Laudel. Tehát gyakorlatilag mindenkinek a nevét ismerjük inkább.
és nem magát a pincészetet. Persze vannak azért kivételek, például ugye a Lőrinc György pincészetét úgy hívják, hogy Szent Andrea, tehát vannak olyan pincészeti márkanevek, amelyek igen sikeresek lettek, ismertek lettek. Lehet a rendezvényekre építeni valamennyire. Egerbe ugye kifejezetten jellemző az, hogy a borszalon, illetve a bikavér ünnep az két olyan rendezvény, vagy ha úgy tetszik, az egyik fesztivál, a másik rendezvény, ami országos szinten igen hamar népszerű lett. Ma már rengeteg ilyen rendezvény van az országban, de ezek úttörőnek minősültek, és én azt hiszem, hogy nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy jöjjenek Egerbe és bort vegyenek az emberek. Lehet persze ételekhez kapcsolni, borkóstolókhoz kapcsolni, látogatóközpontokat építeni. Erre hozok azért ma példát. Az ételekhez való kapcsolás a borturizmusban ugye nagyon lényeges szerepe van a gasztronómiának. Egyértelmű, hogy szóval amellett, hogy végig kóstolunk mondjuk egy pincében egy borsort, de az se nagyon megy, ahhoz is azért valami borkorcsaját jó enni, de azon kívül egyértelmű, hogy az ételekhez illő borok, illetve borokhoz illő ételek, ez egy olyan terület, ami a sikernek az egyik kulcstényezője. Nem tudom ezt a témát igazán kifejteni idő hiányába. Néhány érdekes kapcsolódást mutatok, ugye sushi japán ételekhez. Mivel hal elsősorban értelemszerűen fehér borokat javasolnánk, a japánoknak van egy szaké nevű italuk, ami a magyar köztudatba tévesen úgy ment át, hogy rizspálinka, pedig ez rizsbor, és nagyon szép, érlelt, érdekes savtartalmú rizsborokat készítenek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a szőlőbor mellett egy egészen más típusú, de sok szempontból azért mégis hasonló készítmény a rizsbor, a szaké, és ennek most van egy felfutása, tehát egyértelműen mostanra jutottak el odáig, hogy minőségbe is tudják azt a differenciált minőséget hozni, amit mi a szőlőborokból tudunk hozni. Természetesen, hogyha itt iszunk valamely italt a sushihoz, akkor fehér borokat, ugye Semillont, Chardonnayt, vagy éppen Leánkát lehet ezekhez javasolni. Hát egy kicsit extrémebb és egy kicsit kommerszebb vagy magyarosabb, ha úgy tetszik, példákat is hozok. Ugye a franciák imádják a csigát, nem biztos, hogy mindenki szívesen eszi és kóstolja. Erőteljesebb ízéhez értelemszerűen erőteljesebb borok illenek, illetve hát a gulyáshoz is, mivel ez egy paprikás, fűszeres étel, és vonatkozik ez a pörköltre is. Ehhez megint ugye elvileg azért egy fűszeresebb, karakteresebb bort lehet javasolni, de természetes, hogy egy bográsozáshoz meg jól megy a rozé, jól megy a fröccs, tehát azért vannak ilyen ökölszabályok, de valójában azt lehet mondani, hogy azért mindenki azt igyon, ami legjobban esik neki. A borvacsorákról lehetne sok mindent beszélni. Itt Egerben is elindult néhány éve ilyen, és egy ilyen próbálkozás volt Gál Lajos borainak összepárosítása a különböző földrészek nemzeti ételeivel, és akkor egy picit elmegyünk nemzetközi vizekre. Ugye mondjuk a sushihoz itt olasz rizlinget párosítottak, ami
jól ment hozzá. Az olasz valgánya gombás sajtos kreációhoz egy szólátit, ami szintén Lajosnak egy érdekes, ha jól tudom, olasz szizing alapú bora. A híres táj Tom Jankóhoz, ami ugye ilyen csilis, citromfűes csirkeragú leves. Hát a citromfű mellett ebben még van egy pár érdekes fűszer, galang-galangtól kezdve sok minden. Ugye a tájokra az a jellemző, hogy szemben a magyarokkal olyan fűszereket is használnak, amit nem lehet megenni. Bár hát, tulajdonképpen mi is, mert hát azért amikor belefőzzük a hagymát a húslevesbe, akkor azt kiszedjük belőle. Tehát azért ez ránk is jellemző, csak ugye elvileg mi mindent megeszünk, amit összefőzünk. A tájok nem. Ehhez egy egri schiller volt párosítva. Vörös tonhal vokos zöldségekkel, ehhez egy minőségi egri kadarka. Megjegyzem, hogy például a szexádiak a gulyásleveshez, illetve a halászléhez is kadarkát ajánlják, mint a legjobban illő bor. Ugye a vörös tonhal az tulajdonképpen hal, de igazából jobban hasonlít egy könnyű húshoz, egy steakhez, és azért nem szentségtörés, hogy vörös bort ajánlunk hozzá, nem pedig fehér bort. Rozmaringos bárányboldák. Franciaországban járunk, bár ugye a bárány az legalább annyira olasz étel. Ehhez egy bikavér küvét, tehát egy küvébort, legyen ez az andrásbora, vagy egy bikavért, ami ugye szintén egy küvébor, lehet párosítani. Utána egy más típusú, egy ilyen kevésbé lágy, tanninosabb küvét, a péterborát. Ha jól emlékszem a különbségre, mert ugye ez már jó néhány éve volt, javasoltak az éllelt sajtokhoz, tehát hogy egy éllelt sajt jobban elbír egy tanninos bort is, és hát a fagylalthoz pedig egy kicsit édeskés, tehát egy nagyobb maradék cukorfokkal készült fehér bort, az eszterborát javasolták. Ugorjunk egy kicsit térben, utazunk el Perzsiába, a mai Iránba, és akkor látunk egy egykori perzsa fürdőt. Ugye ez a perzsa fürdő ma egy iráni étterem, tehát átalakították a fürdőt étteremmé. Ugye ma a perzsiai iszlám tulajdonképpen kevésbé támogatja azt a fürdőkultúrát, ami régen volt. Annak idején egyébként nagyon érdekes, hogy mind a törökök, mind az arabok a perzsáktól vették át a fürdőkultúrát, és a Perzsiában egyszerre volt egy nagyon komoly fürdőkultúra és egy nagyon komoly borkultúra. Hát ma értelemszerűen borkultúra nincs, mert a szigorú teokrácia nem engedi meg, hogy bort készítsenek, és gyakorlatilag Perzsiában nincsen bor. Viszont a régi fürdőket azért hasznosítják, és látható, hogy milyen gyönyörű volt ez a fürdő is. Mondanom csak kell, hogy ilyen gyönyörű fürdők alig vannak Törökországban, például, vagy az arab világban alig van ilyen. A legszebb török fürdők tulajdonképpen Budapesten vannak, vagy Budán vannak pontosabban. Ugye tudjuk, hogy Egerben is van egy kisebb török fürdő. Következő terület, amiről beszélnék, az a borkóstolás. Hát értelemszerűen a borturizmusnak azért az az első számú, leglényegesebb része. Ugye semmiképpen nem mondanám, hogy a
borkóstolás azonosíthatjuk a borturizmussal, hiszen nyugodtan kóstolhatunk otthon is bort. Viszont más az, hogyha ilyen környezetben kóstolunk. Ugye itt ezen a három képen az egyiken ilyen látványpincészetként kialakított pincét láthatunk, ahol lehet kóstolni. A másik képen szakértő kóstol, a harmadik képen pedig a szőlőben lehet kóstolni. Ugye mind a háromnak megvan a saját területe, ami fontosnak tekinthető. Ezen a dián egyrészt a kutatást, a telepgyakorlatot szeretném szemléltetni, tehát amikor készítettem a jegyzetet, akkor Tiffán Edéhez, a Magyarország első évborászához mentem le, illetve hát itt Egerből a Lőrinc György segített a legtöbbet, és hát a kóstolást marketingként is kiválóan ki lehet használni. Két marketing képet mutatok, amik hát nyilvánvalóan beállított képek modellekkel, illetve némi grafikával. Nyilvánvaló, minden borturizmushoz azért a borkóstolás az egy kiemelt jelentőségű dolog, mind a valóságban, mind a marketingben. Ami talán érdekesebb, és akkor megint egy kicsit kirándulunk most Skóciába, az a viszkik sikeressége. És csendben megjegyzem, ez a viszki trail vagy viszki út sikeressége, hiszen Magyarországon is mindenfelé vannak borutak, de azért igazából el kell ismernünk, hogy nem a borutak lettek a sikeresek. Tehát a magyar borturizmus nem a borutakra épül. A viszki kóstolásnak, vagy ezeknek az egész viszkis világnak azért van igazán jelentősége Magyarország számára, mert a mi pálinkánkkal is azért nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a borunkkal. Tehát amikor nemzetközi szaklapok, könyvek írnak pálinka jellegű italokról, akkor nem a pálinkára szoktak írni. Akkor már inkább a német schnapsról írnak. És hát valljuk be, mondjuk, ha a magyar látogatóközpontokat, amit most EU-s pénzből fejlesztettek, pálinka látogatóközpontokat megnézzük, ott általában a német gépeket mutogatják. Tehát nálunk is Németországból veszik a gépet. Ezek a régi magyar eszközök esetleg még megvannak, de azért az új gépek, a látványos gépek, azok németek. Egy képet, vagy egy diát szentelek még itt Skóciának. A Speyside a turisztikai szempontból legsikeresebb viszki készítő régió. Itt egy viszki üzem részletét mutatom. Ugye ezek a lepárók, rézlepárók kifejezetten látványosak. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a lepárók azok alkalmasak arra, hogy a turisták megnézzék, és akkor rácsodálkozzanak, hogy hát akkor ez valahogy így néz ki. És persze, hogy miből áll egy ilyen látogató központ, azt a következő dián megmutatom, de két dolgot előre vetítek. Egyrészt ugye a régi italok, hordók, amiben éledik a viszkit, az megtalálható ott, illetve egyértelműen van egy olyan rész, ahol kóstolni lehet, esetleg különböző játékokat lehet játszani. Itt például még, ha jól emlékszem, nem kóstolás van, hanem a viszkik aroma jegyeit kell vakon megismerni. Tehát beleszagolunk a poharakba, és akkor megismerjük ezeket a különböző jegyeket. Tulajdonképpen ha megnézzük, hogy hogyan épülnek fel látogatóközpontok, és tulajdonképpen egy bor turisztikai látogatóközpontnak is így kell felépülni, vagy így kellene felépülni. Ez Magyarországon sajnos még nem jellemző. Épül egyre több ilyen Spanyolországban, Portóban így működnek a portói előállító üzemek. Tehát gyakorlatilag azért sokfelé van ilyen. Nálunk még nem nagyon. Tehát ezek így épülnek fel, van egy recepció és váró, van egy üzemlátogatásos rész, tehát az üzemnek egy része, ez lehet a régi üzem, vagy lehet a ma működő üzem. Van egy múzeum, ahol vannak eredeti tárgyak, dokumentumok, palackok,
illetve van multimédia interaktív lehetőségek, tehát egy ilyen régi és modern múzeum jellegű rész van általában ezekben a látogatóközpontokban. Van egy kóstolótér, mert minden ilyen látogatás úgy ér véget, hogy na akkor tessék megkóstolni a italokat. Jellemző egyébként most ezt tapasztaltam Portóba is az idén, meg Konyakba is, meg Örményországban, a Jerevánban is a konyak kóstolásnál, hogy a belépődíj, tehát ezek belépődíjas dolgok, de viszonylag olcsón be lehet menni, és többet kell fizetni, ha a végén jobb italokat akarunk kóstolni. Tehát magyarán eleve differenciálják a belépő jegyet, de ugyanaz a túra, csak a végén mást lehet kóstolni. És hát természetesen az utolsó része ennek a látogató központnak a bolt, a termékek és ajándéktárgyak helye, hiszen itt mindenki pénztárcájának és igényeinek megfelelően meg tudja vásárolni ezeket a dolgokat. A Pálinka látogató központot mutattam. Tulajdonképpen nekem szerencsém volt, hogy magyar pálinkások megfinanszíroztak egy nagyobb skóciai utamat azért, hogy nézzem meg a turisztikai szakember szemével, hogy néznek ki ezek a skót látogató központok. Tehát azért néztem meg ezeket, hogy hogyan lehetne Magyarországra adaptálni ezt az egészet. Rendezvények. Erről nem szeretnék sokat beszélni, hiszen mindenki ismeri Tegelben a Bikarvér ünnepet. Nagyon sok ilyen típusú rendezvény van manapság már Magyarországon is. Ugye jelenleg zajlik, ha jól tudom, az Oktoberfest, ennek valamilyen mutációja Budapesten is van egyébként. De akármilyen rendezvényen azért a bortermelő vidéken a bornak kiemelt jelentősége szokott lenni. Csendben megjegyzem mellesleg az EU-s rendezvényeken egyre kevésbé, mert az EU támogatásból igen sok mindent meg lehet csinálni, de nem lehet bort prezentálni az ilyen munkamegbeszélésekre, vagy nem is munkamegbeszélésekre, hanem a hivatalos projektekhez tartozó eseményekre. Ugye a Bikavér ünnep mellett ez a borszalon az, ami a leginnovatívabb rendezvény volt Egerben. A Bikavér ünnep a gasztronómiával való társítás miatt különleges és sikeres. A borszalon pedig ugye ez egy ilyen sétáló kóstoló, ahol az a helyzet, hogy befizet valaki valamennyi pénzt, és utána akkor ingyen kóstolhat a teremben megjelent borászok boraiból. És hát a borszalonnak van még egy kis érdekes feelingje, hogy valami tematika van benne, tehát valamely kor divatja szerint kérik öltözni a vendégeket, ugye a vendégek egy része megteszi, és akkor a borászok egy része is megteszi, tehát ez egy viszonylag érdekes eleme ennek, hogy nem csak kóstolunk, hanem van valami érdekes, hát nem mondom jelmezbárszerű része, mert nem betmennek, meg össze-vissza öltöznek az emberek, de van valamilyen ilyen retro jellege is az egésznek. Hát a rendezvényről beszélünk, ugye itt ez a dia egy határterületet mutat a gasztronómiához. Ez egy karácsonyi vacsora Keralában. Ugye Kerala egy érdekes hely, Indiában van, de portugál volt, és egy ilyen érdekes fúziós konyha található ott, és a nagy hindu tengerben, ez egyébként ez egy keresztény kis sziget, már idézőjelben, mert a szárazföldön, az indiai szárazföldön található, és hát ugye ennek a fúziós konyhának az elemeit persze nézhetnénk, és hogy mit mivel lehet inni, alapvetően, vagy enni, mit érdemes hozzá inni. Alapvetően azért azt mondhatjuk, hogy minél fűszeresebb egy konyha, annál nehezebben illeszhető a borokhoz, vagy ha pontosabban akarok fogalmazni, minél csípősebb, annál nehezebben illeszhető. Ugye megint mi magyarok azt hiszük magunkról, hogy a mi konyhánk mennyire csípős, de hát ez nagyon nem igaz. Tehát azért tessék
enni valami indiait vagy tájt, és akkor mindjárt rájövünk, hogy az amit mi csípősnek tartunk, az messze van attól a világ néhány konyhája vonatkozásában. Hál' Istennek mondanám, mert a nagyon csípős dolgokhoz mondom, nem lehet igazán jól párosítani a borokat. Ugye mondtam, hogy a borturizmus marketingét, vagy a boreladások marketingét azt a régiókhoz is lehet kapcsolni. Ezen a dián a messze legjelentősebb amerikai bortermelő állam, Kalifornia található, és akkor különböző színekkel itt vannak a különböző bortermelő vidékek, borvidékek, és ezek közül ugye hát Sonoma elég híres, de a Napa völgy a leghíresebb, és a Napa völgy egy bejáratát mutatjuk meg ezen a dián. És hát, hogy a régiók mennyire népszerűek tudnak lenni, nyilvánvaló, hogy aki nem igazán ismeri a borokat, de egy kicsit azért valami csilingel neki, az mindenki ismeri a Napa völgyet, csak azt veszi le a polcról, mert ezt legalább ismerem. Ugyanígy a bordóira ez a helyzet, hogy a francia borvidékek közül azért igazából a bordóit ismerik a legtöbben, azt veszi le leginkább a polcról. Ami még egy érdekesség, a borturizmus egy meglehetősen érdekes határterületének minősül, hogy például az lett a divat Amerikában, hogy kimennek a Napa völgybe esküvőre. Tehát nagyon sokan ott tartják az esküvőt a szőlőbe, ami értelemszerűen fellendítette a szálláshely építést és vendéglátást. Vissza Európába, Mózel, ugye a Mózel a Rajna mellékfolyója, borzasztóan meredek területeken termelik a szőlőt, nagyon speciális a talaj, megdolgozik a szőlő az életéért, megdolgozik a szőlész is azért, hogy művelje ezt a területet. És hát ez is egy ilyen történelmi pince például, ahol kínálják a bort, tehát megadják a módját is a dolgoknak. Bizonyos fehér borokban, mondjuk a Rajnai Riesling vonatkozásában azt hiszem, hogy világszínvonalon is kiemelkedő ez a terület. Utazzunk délebre. Olaszországban a leghíresebb bortermelő terület Toszkána, ezen belül is a Chianti bor, amely hát gyakorlatilag Firenze környékén, Firenzétől délre helyezkedik el. Itt egy vár kastélyt mutatok előtte a szőlővel. Egyébként ennek egy magyar nevű tulajdonosa van, Bánfi, ez egy híres borász arrafelé, illetve hát a Chiantinak egy borboltját. Egyébként a két leghíresebb olasz borturisztikai, vagy bor tulajdonképpen az Barolo és a Brunello, és az utóbbi termelik Montalcinóban. Hát ugorjunk egy nagyot, ugye voltunk már északon délen, és most elmegyünk keletre. Ez Ménes, egykori magyar bortermelő vidék, a Parciumban, tehát még nem Erdélyben, Romániában jelenleg. És talán Kadarissima vagy egy-két boráról a borász ismerős elég egyedi és ügyes csomagolást választott. És hát megmondom őszintén, meglepődtünk, amikor ezt is láttuk. Tehát, hogy a folyó volt így ilyen hát benzinkutcai csapokból is lehet vásárolni az adott minőségben. És miről van szó? Hát egyszerűen arról van szó, hogy lehet, hogy van egy borász, aki már tud csúcsbort csinálni, de a helyi közönség igénye az
ennek felel meg, mert persze ezen az álszínvonalon lehet a bor nagy részét eladni, akkor bizony ez is megmarad. Tehát elkészíti a úgymond minőségi vagy csúcsborokat is, és a meglehetősen gyenge minőségű folyóból is megtalálható. Ugye egyébként nagyon érdekes, Ménes volt az a hely, ahol vörös szőlő, tehát kék szőlőből, ha úgy tetszik, készítettek vörös boros asszút. Tehát régen ez is jellemző volt, ma már azért nem, de néha azért felbukkan a piacon ilyen. A borutakról egy kép, én mondom, azt tapasztaltam a mindenfelé szétnézve, meg borászokkal beszélgetve, hogy nem igazán lett jelentősége Magyarországon a borutaknak. Ezzel együtt itt van a Villányi Borutak Központja, az Egri Borút logója, tájékoztató táblája, meg egy pincesor, ami talán kevésbé ismert itt a Egerben. Akkor nem voltunk még nyugatra, bár ez inkább délnyugatra található, de Portóról már az erősített borok kapcsán beszéltem. Itt két kép, egyik, ahogy érlelik hordóban a portóit, és hát nagyon érdekes, hogy ez is csak a helyszínen derül ki, mert persze van egy ködösítés, hogy hát nem is portóban készítik a portói borokat, ugye azt lehet tudni, hogy a szőlő az feljebb van a folyóparton, és a hagyományok szerint leszületelik, beteszik hordóba is, és lehozzák a vizen, a dúró folyó vizén. De hát valójában azt mondják, hogy hát igen, igen, persze itt vannak ezek a nagyon látványos kis hajócskák, de hát ezen senki nem hoz bort, tehát ez csak a turisták miatt van, látvány miatt van. Talán valamikor a napóleoni időkben, amikor a Napóleon elfoglalta Portugáliát, akkor, hogy a napóleoni adószedők, fináncok, katonák ne tudják elvinni a bort, akkor használták a folyót egyedül ilyen célra. Hát, de hogy ez egy legenda, vagy mennyire fedi a valóságot, azt persze nehéz megmondani. Mi viszont tudjuk, hogy a legendák nagyon fontosak, hiszen az Egri Bikavér legendája azért nagyban segíti a bor értékesítést, hogy ugye a dobó katonáinak a bikavérétől volt vörös a szakáluk, mert azt itták, holott bikavért ittak, holott a valóság az, hogy annak idején még vörös bort se termeltek Egerben, tehát ez nyilvánvalóan egy legenda, de ettől még ez egy olyan legenda, ami hihető, ha nem is igaz, de azért lehetne valóság alapja, ugye valós történelmi eseményhez van kötve, tehát egy szép kis történet. Valószínűleg ezek a hajók is ilyenek, dacálnak, hogy ténylegesen léteznek, és ott vannak a folyón. Már beszéltem erről a városkáról, a Sandeman többek között nagyon jó minőségű és viszont nagy mennyiségű sherryt készít. Jerezben vagyunk, Dél-Spanyolországban. Hát a helyben értékesítés vonatkozásában, amiből ugye tulajdonképpen tehát a legnagyobb közvetlen haszon a helyi borászoknak azt lehet következtetésként levonni, hogy fontos és egyértelmű, hogy a sikerének alapja a borturizmus egészének sikere. Tehát nem lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én meghirdettem magam, hogy gyere hozzám, olcsón lehet bort kapni, ezért nem jönnek le az emberek. Mert nyilvánvaló, hogy akkor elkezdi számolni, na jó, de hát akkor mennyi a benzinköltségem, mennyi időbe telik, amíg ide lejövök, így nem éri meg. Ha van egy turisztikai cél is, akkor viszont már nem számol az úti költséggel, nem számol az idővel, mert tulajdonképpen turisztikai célpontra megy, és akkor már, amit vásárol, az értelemszerűen a turistának is megéri, és ez az igazán szerencsés dolog mindenkinek. Hát a másik most nagyon aktuális kitétel az, hogy reális az, hogy a következő EU-s pénzügyi ciklusban, ami elvileg már tart, gyakorlatilag még inkább az előző ciklus utolsó pályázatai futnak,
kiemelkedő terület legyen elsősorban a vidékfejlesztésben a boltturizmus. Ugye lehet ez a TOB-ban, a strukturális alapokból, vagy lehet a vidékfejlesztési alapban is, ott szintén van viszonylag jelentősebb pénz, 1300 milliárd forint 7 évre. Meglátjuk, hogy valójában mi realizálódik belőle, de elképzelhető egy komolyabb siker ilyen téren.